Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a reformáció 500. évfordulója tiszteletére Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség által szervezett háromnapos tudományos konferencia második napja utolsó előadásának hallgatóit, résztvevőit, és nagyon örülök neki, hogy testvéregyház részéről köszönhetem János atyát és Zsoltot, akikkel a múltkor beszélgettünk a kávéházban. Igen, kávéházi beszélgetés volt. És ne tévesszem meg senkit, ennél csak kevesebben voltunk ma. Például a reggeli kezdő előadáson 10 órakor, hiszen 12-en voltunk, Kovácsné doktor Nagyemese előadásán, és hát hihetetlen jó volt. Felvettem, úgyhogy ha valakit érdekel, meg tudom mutatni, és utána olyan parázs beszélgetés volt, hogy csúszott a program. Résznagy Zoltán kollégám később tudta csak kezdeni az előadását, ami szintén remek volt. Aztán 2 órakor meghallgattuk dr. Véres Tamást, rendszeres teológiai tanszékvezetőt, 4 órától dr. Perinfalvi Ritát, és hát ez nekem az olyan, mint egy tűzijáték, egy parádé. Tehát ez a mai nap számomra olyan, hogy így szívom magamba ezeket az információkat és ezt a rengeteg gondolatot, és hát most nagyon örülök neki, hogy az énekkaros testvéreink jó voltából egy picit többen vagyunk, tehát nem annyira családias már a légkör, de azért ahhoz elég családias, hogy azt gondolom Kamarás István tanár úr, OJD, Ordo Jokulaturum Dei rend alapítója, ugye a Isten Bohócainak rendje alapítója, aki egyébként azért mellesleg akadémiai doktor, csak ezt a doktort nem szereti használni, inkább az OJD-re büszke, vagy az, amit inkább szívesen használ. És nagyon-nagyon nagy örömmel vettem, és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy elfogadta meghívásunkat, és én akkor át is adom neki a szót, hogyha be tudom állítani a kamerát úgy, hogy majd mindig átszódjon. Kedves barátaim, kedves testvére! Igen, az OJD egy rendetlen rend, melynek egyébként ökumenikus rend, melynek evangélikus, katolikus, református tagjai vannak, Bermiklós püspök is tagja az OJD-nek. És vannak agnosztikus és kereső tagjai. Valahol a és hát nem ez a téma, de ha már szóba került, az a derő, a reménykedésnek a derője, ennek a rendnek a lényege, valamiképpen emlékeztet arra az Assisi Szent Ferencre, aki egy tipikusan ökumenikus szent, ha jól tudom, amit egyébként protestánsok is kedvelnek, és amikor keresztények és krisztusi hívők jöttek össze, és kerestek valami legnagyobb közös osztót, akkor Assisi Szent Ferencbe találták meg ők is. Ez a Szent Ferenci derűt próbálja a mi rendünk megvalósítani. A mai témánk egy könyvben van részletesen, amit el is hoztam és meg lehet kapni. Ennek az a címe, hogy Ferenc pápista egyházreform Csereháton. Ez egy egyház szociológiai utópia, ha tetszik, egy pasztorális utópia, de hát nem lehet letagadni, hogy egy vallás szociológustól származik, de ez most nem kifejezetten a valóság kérdőíves vagy egyéb tényekre alapozott tudományos felmérése, hanem egy szociológus által írt elképzelés arról, hogy mi lehetne. A klasszikus utópiáktól annyiban különbözik, mondjuk Borbos Tamásnak az utópiájára gondolok, vagy más, még ezt megelőző nagy keresztény utópiákra, hogy nem sehol sincs országba játszódik, hanem a egyház reformomat én egy konkrét magyarországi helyre, a Cserehátba képzeltem el, 74 falu, Magyarországnak a legszegényebb régiója címére pályázik, és ide képzeltem el az itt működő katolikus, református és evangélikus falu egyetlen egy van, sajnos,
még talkább lehetne, de hát én a valóságból indultam. Például görög katolikus, római katolikus és református népesség van, a római katolikusok vannak többségben. Az egy katolikusra jutó, egy római katolikusra jutó papok arányához képest háromszor annyi az egy református hívőre jutó aránya, és hatszor annyi az egy görög katolikus hívőre jutó aránya. A történetem azonban nem a katolikus egyházról szól, bár most számukra képzeltem el, a katolikus egyház reformra elsősorban, de meg fogják látni, hogy ez jóval szélesen, ez minden kereszténynek, esetleg még ennél szélesebben is minden jó akaratú embernek szól. A utópiámnak a története úgy kezdődik, a főhős egy fiatal, véletlenül éppen 33 éves katolikus pap, aki Bermétolos tanítványa, aki a délpesti Dunamelléki Egyházmegye élére kerül, Mikó atya, és előtte a Pécsi Egyházmegye cigányügyi referense volt, és az itteni működését azzal kezdte, hogy három dunamelléki polgármesterrel együttműködve otthon és munkát kínált a hazámba érkező menekülteknek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a kimerültnek látszó Mikó atyát bizonytalan időre betegszabadságra küldi, sikertelen közbejárása után Bermiklós püspök, ez az utópiám története, Bermiklós püspök keresi Mikó atyát a kőszegi szanatóriumban, makkegészségesnek találja, amint éppen egy Ferenc pápista egyházat Magyarországon című kiáltványon dolgozik. Itt el kell mondanom, és hát kinek mennyi ismerete van a II. Vatikáni zsinatról, már egy Perintfalvi Vita előadásában is volt erre utalás. Egy nagyon izgalmas történet, ez a zsinatnak a legvégén volt. 65-ben Hélder Kamara, a brazil Recife megyés püspöke kezdeményezésére 40 zsinati püspök összegyűlt az egyik katakombába. Méghozzá a domicilia katakombában. Ebben az ősi keresztény temetőben előbb egy szentmisét mutattak be, majd pedig aláírták a helyszínről elnevezett katakomba paktumot, melyben elkötelezték magukat a zsinati evangéliumi eszmék mellett. Az én utópiámban Mikó atya kiáltványa jó néhány radikális passzus szó szerint átvett erről az elhíresült, nem is jó az elhíresült, mert kicsit pejoratív az erről a híressé vált katakomba paktumhoz, melyhez később több száz, főleg dél-amerikai püspök csatlakozott. Ezek a püspökök között még jó néhányan élnek és ott voltak a mostani pápa választáson. Úgy lehetett őket felismerni, hogy közönséges fémből mondjuk lé vagy vaskarikát hordtak az ujjukon, nem aranygyűrűt, vagy hát ennél díszesebb, ami hagyomány szerint ugye kijár a pápa választó püspököknek. Ilyeneket vett át, ilyen passzusokat ebből a katakomba paktumból. Arra fogunk törekedni, hogy úgy éljünk, mint körülöttünk élő emberek élik hétköznapi életüket, a lakás, az étkezés, a közlekedés és hasonló tekintetében. Lemondunk arról, hogy akár a látszat szerint, akár ténylegesen gazdagok legyünk, ruházatunknak is meg kell felelnie az evangéliumnak, nem fogunk sem ingatlan, sem ingóságot birtokolni, sem saját bankszámlával rendelkezni, és minden tulajdonunkat, melyre valóban szükségünk van, az egyházmegye, illetve szociális vagy karitatív intézmények nevére iratjuk. Majd még ez is, ha csak lehetséges, egyházmegyünk pénz- és vagyongazdálkodását olyan laikusokból álló bizottságra bízzuk, hogy mi püspökök, pásztorok és apostolok lehessünk. Ezután következik a címekkel megszólítás, a kivételes bánásmódban részesülés elutasítása, majd a szegények és a szegényeket támogatóknak a támogatása.
egy átfogó gazdasági és kulturális struktúrát megváltoztatásának szükségessége, végül pedig az, hogy mindig nyíltak, nyitottak és megszólíthatónak legyünk minden ember felé, bármelyik vallás követői is legyenek. Hát ezeket a passzusokat is átvette Nikó atya a saját maga kiáltványába, és ezt Facebookon másnap szétküldte magyarul és angolul, és mielőtt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia észbe kapott volna, már az egész világot bejárta, Ferenc pápa következő Twitter üzenete: a magyarországi Mikó püspök most induló mozgalma megújuló egyházunk nagy reménysége. Ugyanekkorra megérkezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához a Mikó atya magegészségét bizonyító orvosi igazolás is. A Magyar Katolikus Egyház vezetése rövid ideig tartó elbizonytalanodás után cselhez folyamodott, és kinevezte Mikó atyát a volt egri egyházmegye területén, ahol 4 kisebb egyházmegyét alakított, ahol nagyobbakból kisebbeket, egyébként Ferenc pápa elképzelése szerint a püspökök közelebb kerülhessenek a hívekhez. Tehát a volt ebbe a Csereháti egyházmegye élére nevezték ki az ország legszegényebb régiójába, a Bódva és a Hernád közötti, egyébként valóságos Csereháti területre. Ebben, mint említettem, 74 település található, 4 várossal, kisvárossal, 17 ezernél több, de legfeljebb 10 000 lakossal rendelkező településsel. Települések nagyobb felében 500-nál kevesebben élnek, 21 településen legfeljebb 300-an, 7 településen legfeljebb 100-an, 8 településében 50-nél kevesebben. Falvak többségének lakossága csökken, szinte kizárólag csak azoké nő, mely lakosságnak legalább 1/5 része cigány. 6 településen a lakosság legalább fele cigány, 14 településen pedig 21-50%-a. Tessék elmenni kirándulni Cserrádba és ellenőrizni, hogy így van-e. Utópiám, még egyszer elmondom, a mi lehetne, vagy akár meg is történhetne egyében, a jelenben játszódik. A 74 település több mint 71%-ában van római katolikus templom vagy kápolna, 2/3-ában református, 41%-ában görög katolikus templom vagy kápolna. A 24 római katolikus és 15 görög katolikus plébánia mellett 58 református gyülekezet található Csereháti egyházmegyébe. És említettem ugyanakkor az egy hívőre jutó papok aránya mennyire különböző a 3 felekezetben. Megindul a egyházmegye működése. Méghozzá a következő képen. Megkérdezik Mikó atyát, hogy kit és mit hoztál magaddal, Mikó atya? Titkát, sofőrt, házvezetőnőt, apácát? Mikó atya válasza az, hogy háztartását ő maga vezeti, ha lehet a tömegközlekedést veszi igénybe. Itt nem igen akad ilyesmi, mondja neki Zsolt atya. És akit magammal hoztam, Pistát, és hát most akkor jobban tőlem tudjátok meg, ugye egy közepesen súlyos, értelmi, fogyatékos fiatalember, nagyon lelkes, sekrestéskedik, elkezdett teológiát is tanulni, gyönyörű szépen énekel, fejből már sok liturgikus szöveget tud, de hát ugye közepesen érdemi fogyatékos. Püspöki titkár majd lesz egy hét múlva, Edith nővér, szakrekőr apáca, aki a teológusi mellett még marketing management diplomája is van. Aki ismeri a Csereháti
apokat, paptársakat, vagy egy-két apácát, akkor erős hasonlóságokat fog találni a valóság és az utópián között, de senki sem azonosítható egy az egyben, ilyen mindenkinek a személyisége teljes mértékben védett. A egyház reform lényege, amikor megkérdezik Mikó atyát, hogy nagyon röviden foglalja össze, azt mondja, hogy egy szegényeket szolgáló szegény egyházat keres, és hát akkor rögtön azok kedvéért, akikben már kezd ismerős lenni egy és más, rögtön hát kijelentem, hogy utópiám Ferenc pápa, Bér Miklós és Tomka Ferenc tanításaira támaszkodik leginkább. Tomka Ferencet nem hiszem, hogy Bér Miklós nagyon sokan ismerik, ma már Magyarországon mindenféle felekezetből. Tomka Ferenc a fokolári mozgalomnak egy vezető alakja, tehát egy lelkiségi mozgalomnak a vezetője, aki 40 évvel ezelőtt teljesen titkon föld alatt nyomtatva, szamizdatva írta meg az intézmény és karizma, tehát az egyház mint intézmény és az egyház mint karizma, ugye ezeket a szavakat nem kell lefordítani, ennek a hogy kapcsolódik össze, nem erre, hogy vissza fogunk még térni. És tehát Mikó atya Tomka Ferenc atyára hivatkozik, aki, és ez nagyon érdekes történet, rendszerváltás után az Antal kormány minden további nélkül fölépített volna egy templomot Káposztás megyeren, egy 40-50 ezer lakosú kerületbe. Nemeztette Tomka Ferenc atya és Jávorka Lajos atya kérésére, akik beköltöztek egy panel lakásba, és onnan kezdték személyről személyre fölépíteni a Káposztás megyeri plébániát. Néhány év múlva került csak sorra a templom építésre. Tehát személyes kapcsolatokból, arról fölfelé építkezve, erre hivatkozik Mikó atya is. Akkor megkérdezik, hogy és akkor mégis mivé akar minket összegyúrni Mikó atya? Mikó atya megszólítás a 12 papból fele-fele arányba művelik, mert a legidősebb és legmarkánsabb atya ragaszkodik, hogy püspök atyának szólítsa őt tovább, Mikó atya pedig hát a kereszt nevével Mikó atyának szólítaná. És a válasz erre az, hogy mire akarja összegyűrni, körülbelül meg is kérdezhetném, hogy mi vajon mit válaszolt az én utópia belé főszereplőm, testvériségé. Sokféle csereháti katolikus, vagyis konzervatívok, fundamentalisták, reformisták, karizmatikusok, Ferenc pápisták testvériségévé. Ezt az első napon mondta, mert később a testvériség is elég hamar kibővül ökumenikus irányba. Idézi Ferenc pápát, aki szerint, akik megállnak, Perintvaldi Rita is beszélt hasonlókat, a mindig így csináltuk szemléletnél, bezárják szívüket a Szentlélek meglepetése elől. Akik megmakacsolják magukat a mindig így csináltunk mentalitásban, vétkeznek, folytatta Ferenc pápa, mert a varázslás és bálványimádás bűnébe estek. Szokásainkban is meg kell újulnunk, és akkor idézi még Mikó atya egy híres katolikus politológus, Herwig Büchele, nagyon fontos megalapítását, hogy a változásokhoz, a semper reformanda gondolathoz, a mindig állandóan reformban élni, mozgásban tartani az egyházat, a politológus szerint két dolog kell. Ő nem volt utópista, és azt mondja, a mostani, itt és most valóságból kiindulni, idáig szociológus, és emellé még az utópia, a horizont is fontos. Tehát, ha mi legyen, az utópia, ami még most nincsen, ami hát ugye megjelenik az Isten országa gondolatban is, Büchele szerint. Tehát
A jól megismert indulásból, a mostanból és az utópiából, utópia horizontból lehet összegyűrni egy jó reformot. De itt hogyan csináljuk? Ezt itt mi 74 településen, 12 pappal, közülük már néhányan jócskár rozogák is vagyunk, kérdezik Mikó atyát. Föl kéne térképezni, azt mondja Mikó atya, hogy ki mit tudna adni, ki mihez ért, és ki mit szeretne megtudni, megtanulni. Ez hogy? Úgyhogy bekapunk minden házba, és megkérdezzük, hogy ebbe a házba ki mihez ért, ki mit tudna adni, és ebbe a házba ki mit szeretne megtanulni. De valahol ezt kipróbálták? Igen, ezt kipróbálták 20 évvel ezelőtt, Bakony Szent Királyon, Bakony Oszlopon és Cseszneken, három bakonyi kis faluban. Akkor még így nevezték őket népművelő, most így nevezik, hogy művelődés szervező. Tudja, hogy miről beszélek, itt van beavatom. Tehát három művelődés szervező, tám négyen is voltak, méghozzá hát a Bekepál nevű nagy, neves Kemény Bertalan, aki egyébként egy katolikus föld alatti közösségben 1949-ben megírta a Kolhoz Dei című művét, Isten kolhoza, mert hogy ők munkások körébe akartak pastorálni, hát gyorsan elkapták őket és börtönbe vágták őket, de Kemény Bertalan élete végéig közösségszervező maradt. Tehát ezt, na de Mikó atya kérdez, az egyik fiatal paptársa, mi van akkor, ha olyasmi jön ki, hogy a Máli néni az túrós tükenülét tud sütni, a Józsi bácsi pedig cifrákat káromkodni. Szó szerint ilyesmiket találtak a népnevelő barátaink, szépen följegyezték mindezt. És mi történt? Egy jó szociológiai felmérés lehetett ebből csinálni, nem? Sokkal több jött. Kiderült, hogy ezekben a falvakban ellen mindenki mindenkit ismert, mégsem tudtak arról, hogy három házal odébb valaki szívesen tanulna angolul, és öt házal odébb szívesen tanítana valaki. Ugyanez, hát magyarul mondva, kiírták a keresletkínálat, ha tetszik, adok-kapok listákat megfelelő helyre, és ki megtalálhatta, hogy ő, amit ő adni tudna, ki vevő rá, és fordítva. És hát beláthatatlan következményei lettek, ha még egyébként a körülmények kedvezték, persze világos, hogy meg lehet kérdezni, hogy az nem kellene még valami másához képest, a egész társadalom megváltozása, jó polgármesterek, stb. Igen, de ez itt meg. És egyházi vonalon valaki kipróbálta? Igen, válaszolta Mikó atya, a Somogy Sámsoni plébános, nevezetes Varga László, Kamarás István szociológus segítségét kérte ahhoz, hogy segítsen fölmérni a falujának a szociológiai helyzetét. A Kamarás István azt mondta, majd később erről is szól el, szívesen segít, de ajánlotta ezt a három bakonyi faluba elvégzett dolgot. Varga László atya, aki egyébként a plébánián két súlyosan sérült fogyatékos embert is ápolt, elkezdte ezt a munkát a szociológus nagy bánatára. Ez nem fejeződött be, mert akkor Balázs Béla püspök meghívta őt Kaposvárra püspöki titkárnak és plébánosnak. Ez innentől kezdve egy másik történet, de nem feledkezett meg erről Varga atya, és a plébániát is 45-50 közösségre épülve szinte önműködően működtette. A vicc, ahogy is mondjam, nem a rossz nyelvek, hanem a szent nyelvek szerint ő pusztán lebegett a föld fölött 20-30 centivel az életszentségben, és csak imádkozott, hogy jól menjen ez a 40-50 közösség. Hát nagyjából így volt azért mégsem egészen. Hát ezt meséli el Mikó atya, hogy azért ez ki van próbálva. És hát nyilván hídépítés, hálószövés,
lenne közösségi hálószög, és lenne ennek kísérletnek a lényege. Már önmagában az, mi történt az én utópiámban, hogy bekopognak valakihez, hogy eldicsekedhetnek valakinek, hogy ők mihez értenek, mit tudnának adni, hogy megkínálhatták a bekopogókat a kis vacak nincseikkel, mint az egyik Mikovácsa egyik paktársa ezt így kifejezte. Ennek beláthatatlan következményei lettek. De akkor már ott volt a marketing menedzserrel is foglalkozó apáca, ilyen is van egyébként a valóságban. Már, és akkor nagyot ugrunk előre, már egy csomó nagy eladható vállalkozás ötletet is össze tudtam gyűjteni ezekből a felajánlásokból. Praktikus szinten összetalálkoztak a keresletek és kínálatok, de szinte maguktól beindultak több tucatnyi településen különböző tanfolyamokat és szakköröket, mert aki szívesen megtanítom én a többieket, erre megy arra, akár túros tükenövesütésre. És rétessütés, kolbásztöltés, madárfüt utánzás, ruhafestés, méhészkedés, órajavítás, viccmesélés, áldomásmondás, szörmejavítás, plisszírozás, autószerelés, mákos gugakészítés, darálás, portrérajzolás, litániázás, fűzfasíp és körmeneti fákja készítés, rémtörténet, mesélés, versmondás, verselés, zenélés, bűvészkedés, kertészkedés, kérvényírás, nyelvtanítás, ima szolgálat, és persze könyv, film és DVD kölcsönzés. Ilyen, ezek voltak a keresletek és kínálatok, és ez mind működött, és egy olyan önmagától beinduló kisebb-nagyobb közösségszerveződés indult be, ez ugye egy egyházreformról van szó, miközben hát most ilyen szent dolgokról még eddig nem is esett szó, bár hát talán a találkozás szentsége, ahogy én ezt Blankenstein Miklós atya barátomtól megtanultam ezt a kifejezést, sem akármilyen, és valószínűleg a találkozás szentsége, még protestáns barátaink is besorolják az ő keresett szentségeik közé. Tehát itt hirtelen szinte maguktól alakultak számítógépes és egyéb szakkörök, olvasókörök, bibliakörök, imakörök, beszélgetőkörök, zenekarok, ultipartik, techno-housepartik. Ez a mai 10-20 éves fiatalságnak, ami rockzenekedvelők számára is már alig ismert zenéje. Horgász és gombász egyesületek, és így tovább. És természetesen beindultak a vállalkozások, találmányokat megpróbáltak értékesíteni, az elsőnek a szél ellen védett körmeneti fákját, mint a példányát, elég sokan küldték szét az országba, és nem lett ráfizetéses a vállalkozás. Sokat beszélgettek. Már a 12-ből megmaradt 7 pap, mert ketten kérték azonnal a nyugdíjasat, győzelesokat, bőven nyugdíj felett voltak katolikus papoknak, működő papoknak az átlag életkora, nem ismerjük itt most kimondani, nézek Lévános úrra, hát szóval elég magas, nagyon magas, könnyen lehet valaki kérheti. Van, aki áthelyezését kérte, akiknek ez túl nehéz volt, túl magas labda volt, és maradtak 7-en. Hozzájuk Mikó atya elhívott 3 pályamódosító papot, akik pápai fölmentést kaptak és házasságban éltek, akik hát mondjuk plébániai vezetést, nyilván misézést nem, de más papi közösségi funkciókat elláthattak. A
mindent megbeszélni. Hát ezt mondjuk Ferenc pápától tanulta Nikó atya, sokak szerint ez lesz Ferenc pápa veszte, hogy mindent meg akar tárgyalni mindenkivel, pedig hozhatna kisebbségi határozatot is, mint hatodik Pál, az én kedvenc pápám, itt dél, szó volt erről még délután előadáson, megtette, ő nem akar, Mikó atya sem akart mindent megbeszélni. És nagy beszélgetések voltak például arról, hogy milyen a jövő egyháza. Meg egy, nem könnyen, de mondjuk egy enyhe többséggel megegyeztek abba, hogy lejárt most már a Societas Perfecta, és a Societas Ecclesia, tehát mind az egyházi, mind az állami, a tökéletes állam, a tökéletes egyház kora lejárt. A civilségnek, a közösségnek lesz nagyobb szerep a jövő egyházában, melyek inkább az önkéntes szervezetek formáját veszik föl egy sokszínű, sokelvű, sokvallású környezetben. Délután a beszélgetésben szóba került Ferenc pápának a bolíviai szereplése nyilatkozata, ahol a szakszervezet és civil vezetőket arra biztatta, hogy legyenek még harcosabbak. Szemben akár az állammal, szemben a nagy kapitalistákkal. Mikó atya is ezt veszi át, hogy igenis politizálni kell, nem párt politizálni, nem erőszakosan rendszereket döntögetni, de érdeket és értéket védeni, nem erőszakosan, de energikusan. Csináljatok olyan rendetlenséget, mely felszabadítja a szívet, együtt érzedet ez bennünket, reményt ad nekünk, idézi Mikó atya Ferenc pápát. És azt is kimondja Mikó atya, hogy aszizi Szent Ferenci reformra van szükség, mely határozottan szembe megy az önszórakoztató szalon kereszténységgel. Ez egyébként Berg Miklós püspöknek egy nagy mondása. És szembe megy a szolgáltató egyház modelljével. Amikor én szociológusként, nem utópista kamarás pristaként, hanem szociológusként kutattam a magyarországi egyház községet, katolikusokat, reformátusokat és evangélikusokat, a vegetáló, haldokló egyház községek mellett találtam jól beüzemelt egyház községeket. Minden működött, de valami hiányzott. Az igazi közösség, valami a szentléleknek a levegése, a kreatív szentléleknek a működése, beüzemelt egyházösség. Persze irigyelni lehet azok, ahol ez sincsen, Mikó atya nem ilyeneket szeretne. Nagy beszélgetések voltak az intézményes karizma kapcsolatáról. Az intézmény és a közösség, ez két halmazállapota a társadalomban. Mind a kettőre szükség van, jól működő intézményre, minisztériumokra, plébániákra, iskolákra, és nagy szükség van közösségekre. Hát ha jól működik, a legjobb, azok az országban a legjobban működik az egészségügy, sokkal jobban, mint nálunk. Ott is vannak, mint rákbetegek, szembetegek, diabetikus betegeknek a egyesületei. Mert sokszor ők tudják megmondani, hogy mi hiányzik az intézményes egészségügyből. Természetesen egy nagyon jó oktatásügy, amilyen sajnos nem olyan, egy nagyon jó oktatásügy mellett is szükség van a Magyar Tanárok Egyesületére, vagy a Történettanárok Egyesületére, mert ők alulról, a diákok szempontjából látják jobban, a egyházra ez ugyanígy vonatkozik. És természetesen, hogy karizmatikus személyeket küld-e vagy sem, ez a Szentlélek tréfáján, vagy ha tetszik, kegyelmén működik, múlik a dolog, hogy mikor, milyen közösség kap egy aszizi Szent Ferencet, Ferenc pápát, Tomka Feri atyát, Berg Miklós püspököt, Fabény Tibor atyát,
atyai barátomat, nálam fiatalabb, feleségem tanítványa volt a Verespár gimnáziumban, és akkor sorolhatnék még jócskán másokat és más felekezetekből. Ez tulajdonképpen nehezen kiszámítható, de mintha lenne valami összefüggés a karizmatikus személyek és a befogadó, inspiratív, kreatív közösségekre is. Tekintve, hogy a legszegényebb egyházmegyének a lakosságának jelentős része még szegényebb, a szegényeknél is szegényebb cigány, erről is óriási beszélgetések voltak, természetesen nem tudták megoldani, még utópia szintjén is. Odáig jutottak, ameddig egyébként ma a cigányság fölemelkedésével foglalkozó legjobb szakemberek, köztük egy-két politikus is akad, elvétve, hogy az iskolázottság. De az iskolán rögtön itt van a vita, ez a bizonyos szeretettel teljes szegregáció, tehát csinálni a cigány gyerekeknek valami jó iskolát, kivenni azokból az általános iskolából, ahol ők nem tudják utolérni a nem cigány gyerekeket. Itt azért a mi utópiánkban rájöttek, hogy ez egy, így ez elkérdés. Igenis, lehet haszna egy inkubátor iskolának, inkubátor, ahol a legszegényebb, leghátrányosabb cigány gyereket összegyűjtik, és nagyon jó pedagógusokat, akik nagyon szeretik őket, de ezek a gyerekek is hátrányosak egy igazi integrált iskola diákjához képest, mert a világ maga nem inkubátor, neki ki kell lépni a világba. Tehát ezt az inkubátor iskolát ne becsüljük le, nem a beszélgetés, az vitatkoztam az utópiánban, nem egy átlagos iskolával kell összehasonlítani, hanem egy igazi integrált iskolával. Ilyen alig van még Magyarországon. Az igazi integrált iskolában tudnék együtt vannak összekeverve a gyerekek, mint ahogy a Skandináviában, Egyesült Államok, a világ nagyon sok részén megvalósítva működik, de, és nem kap kegyelemből a kettes tanuló 5-4-es kémiából, a mérce ugyanaz, de fejlesztő pedagógusok segítik a hátrányban lévőket. Ez sok pénzbe kerül. Nem merem azt mondani, hogy mi helyet kéne ide pénzt adni. Mindenki most gondol, a futballszurkolók is arra gondolnak, hogy a helyet, ez kéne. Az én utópiámban is így gondolkodtak, adott esetben a 12 pap, most még csak 12, de nem sokára már egészen megváltozik a helyzet. És akkor még valami, itt egy... Még egy mintának az igazi integrált iskola mellett azért vannak Magyarországon már ilyenek, nem túl sokan. Érdekes módon, amikor ők pályáznak, mondjuk Ritók Nóra, aki hát egy nagy karizmatikus apostola a pedagógiának, hát ő mondjuk be van téve egy skatójában, ő egy civil, és a civileket valamilyen módon kevésbé kedvelik a pénzosztó helyeken a Magyarországon. Egy másik modell, a valóban igazi integráló iskolák mellett, kérem szépen, a pünkösdi missziók. Több pünkösdi egyház, köztük van hivatalosan bejegyzett egyház is, és van egyházként nem, hogy is mondjam, most keletkező közösség, sok esetben cigány vezetőkkel, és ilyen van 40-50 az országban, és ezek a közösségek meglepő dolgokat tudnak elérni a tagjaik körébe, megszüntetik az alkoholizálást, munkát találnak a közösség tagjainak, és hát megpróbálják megfelelőképpen iskoláztatni a tagjait. Sereháton meg nem volt ilyen közösség az utópiában, de már a szomszéd járásokban igen.
és javasolta Mikó atya, hogy nézzék meg, hogy ők hogy csinálják. Azt mondtam, hogy mindent megbeszélni. Ide tartozik a permanens zsinat. Egy állandóan működő zsinatot hirdett meg Mikó atya, és hát ugye, ahol mindenről lehet beszélni, csak egy példát emelek ki. Igen, nyíltan, őszintén beszélnek cölibátusról, és az alternatív cölibátusról. Olyan nyíltan és őszintén, mint ezt a Váci püspök most már több alkalommal megtette, ahol ugye kijelentette, hogy ő az alternatív választható cölibátust támogatná. Előbb-utóbb, ha egy Ferenc pápista pápa lenne, majd Ferenc pápa utódja, mert azért ő elég idős és elég rozoga, hál' Istennek most egészséges, csak ő abban a pillanatban le fog mondani, ha megkapja azt az orvosi leletet, ezt megmondta előre. Tehát tulajdonképpen ez most nagyon a levegőben van, hogy ennek is van lehetősége, hogy itt a katolikusok a protestáns jó gyakorlatot majd alkalmazni tudják. Itt az én utópiámban természetesen csak reménykedve várták ezt, miközben megegyezett az a most már 10-11 papra, illetve két pályamódosító pap házaspárra lecsökkent csapat, hogy ez lenne az ideális. De hát nem 12-en vannak már. Két feladat adott Mikó atya, hogy nézzék meg, bár milyen csoportok, közösség, szerűséget találhatók az egyház megyében, amelyekből igazi közösség lehet. Lehet ez egy imakör, lehet ez egy énekkar, bármi. De mikor kérdezik, hogy na mikor atya, énekkarból hogy lehet igazi közösség? Akkor, ha nem csak énekelnek szívesen, mindjárt énekelnek is, mert én hamarosan befejezem, nem csak énekelnek egymás között, hogy nem csak azt csinálják, ami a reszortjuk, hanem egyébként is szeretnek egymással együtt lenni. Ugye? Meg azt mondjuk, hogy a mi brigádunk, a mi részlegünk, igazi közösség, akkor erről beszélnek, hogy egyébként is, civilként is, munka után is, közös mértékig közben is, szeretettel tudnak és jó ízűen egymás között lenni. Tehát közösségeket fel kell térképezni. Másik pedig, keressetek olyan híveket, mondta Mikó atya, akik bármilyen papi tevékenységet jobban tudnak csinálni, mint ti. Ugye hozzáteszem, ez most nem az utópia. 8-9 ezeren végeztek Magyarországon civilek katolikus teológiát, civilek. Ezek között akad 2-3 ezer, aki még hitoktatási diplomával is rendelkezik. A többiek nem hitoktatnak, végeztek teológiát és bizonyos mértékig a parlagon nevelnek. Nagyon sok civil jobban tudna beszélni, mint a papja, és a papjuk el is ismeri. Miért prédikálhatna ő? Van, aki sokkal jobb a hitoktatásban, ha már a római katolikusoknál a hitoktatásnak a 85%-át civilek végzik, nem is győznék a papok. És akkor még föltud közösségszervezés, egy csomó olyan egyébként papi funkciót, ilyeneket keresnek, és olyanokat, akik erre szívesen vállalkoznának, most nem részletezem. Tessék elolvasni a majd a könyvet. Itt nem az ördög van a részletekben, hanem a sok izgalmas fordulat. Néha hát meglepő, néha vidám. Végül is 60 apostol 18-tól 70 éves cserehátú lakos lesz a Cserehátén egyház megyének az oszlopa. Egy-egy plébánoshoz 10-12 ilyen apostol tartozik. A 60 apostol fele szívesen lenne pap, bók lenne. Apostolok képzése, ami elkezdődik nagyon jó erőkkel, még egyelőre gyakorlati jellegű, de
már úgy kezdenek felkészülni, hát ha Ferenc pápa vagy az út követő pápa megengedi majd a véri próbát, ez egy katolikus kifejezés, a kipróbált férfiak, hozzáteszem és nők, papá szentelését. Az én utópiámban erre nagyon komoly remény van, remény egyelőre. Egy nagyon fontos apróság, és egyáltalán nem apróság, ugye itt van olyan plébános Cserehátának 21 települése van. Hát nyilván nem tud mindenütt misézni, de még havonként sem. Egy gyönyörűen egyszerűen megoldották. A szentmise az továbbra is szentmise az én utópiámban. Nem kell összekeverni a dolgokat. De a hívek úgy érzik, hogy náluk minden vasárnap van mise, az apostolok olyan ige liturgiát mutatnak be, ahol minden megvan, ami egy szentmise. Azt mondják, hogy ilyenkor a pap azt mondja, hogy. Tehát nem ők helyettesítik a papot, ilyenkor a pap azt mondja, hogy. A hívák ezzel tudják, hogy ő nem felszentelt pap, az ő miséjében az úgynevezett átváltoztatás az nem úgy történik meg, hát kicsit úgy mondjuk, mint egy protestáns hívő fejében, talán metaforaként, ehhez már vallás lélektani kutatásra kellnek, az én utópiámban ilyen nem volt, de ez így minden vasár és ünnepnapon a közösség szentmise-szerű élményben, vagy valóságos szentmisében is részesül. És akkor hozzáteszem, 60 apostol felemő, egyötöde cigány, sokkal több cigány is lett volna szívesen apostol, de mivel, hogy ők ezen a ige liturgiákon homiliát is mondanak, hát ez legalább az érettségét megköveteli. Nagyon sok cigány ezért továbbtanulás választ, amit az én utópiámban az egyik nagyobb kisváros, görögkatolikus iskolájában, gimnáziumban, ahol meg tudják oldani. Hogy ez mennyire volt utópia? Akkor elmondok egy valóságos történetet nagyon 3-4 mondatban, ami viszont valóság. És akkor kiderül, hogy az én utópiám nagyon reális utópia. Közgazdász barátaim, munkanélküli szegényeknek, zömmel cigányoknak, de nem csak nekik, megtanították őket uborka termesztésre. Cigányoknál ment nehezebben. Nem mert butábbak voltak, hanem annyira fontosnak tartották a növényi életet, hogy amikor egy év ma vissza kellett metszeni az uborkát, levágni élő részt, az nem voltak hajlandó. Mondták a közgazdász barátom, gyerekek, hát akkor próbáljátok meg így, hát nem volt termés, beletörődtek, megtanultak jó uborkát termeszteni. De az én közgazdász, ez egy civil alapítvány, ahol civilek saját pénzüket tették bele, mert a vállalkozáshoz a szegényeknek induló tőke segítséget adtak, meg tudják vásárolni a gépeket. És segítettek nekik eladni. Tehát eladáshoz nagyon sok papírt kellett kitölteni. És ebben a valóságos kísérletben, ami Szabolcs Szatmár megvalósult, több tucatjával iratkoztak be iskolába, hogy vállalkozni tudjanak. Visszatérve az utópiámba, az ökumené, ha nincs, ez még az apostolok működés előtt már elkezdték, amikor egy helyen, településen nincs vasárnap katolikus, római katolikus mise, a hívek a másik két felekezet Isten tiszteletét látogassák. Bevált az is, hogy bizonyos feladatokat a három felekezetnek együtt érdemes végezni. Kilépek az utópiából, mint vallásszociológus, több helyen találtam olyan kicsi településeket, ahol volt református egyházi zenekar, evangélikus meg katolikus is. Na most egyikből a trombita hiányzott, a másikból a nagybőgő, nem részletezem, de azért ragaszkodtak, hogy három legyen, miközben egy nagyon jól szólt volna, olyan jó, mint ami énekkarunk mindjárt nem sokára meg is fog szólalni. Nagyon gyorsan annyit, hogy és hát akkor, akit érdekel,
tessék elolvasni. Menekülteket is. Itt ez az egyház vagy komolyan vette Ferenc pápa indítását, menekültek befogadására, nagyon reálisan fölmérve a lehetőségeket. Nem az egyház megye fogadott menekülteket, hanem kerestek olyan polgármestert, aki befogadna. És először csak nagyon kicsi lépésben. Tehát összesen 100 szíriai menekültet fogadtak be, összesen 8 családot, szépes családok. Ezeknek a fele muszlim menekült, a negyede ortodox keresztény, a másik negyede pedig katolikus. Szír katolikusok is élnek ugyanis, és ezt mind egy nagyobb nagyközségbe telepettek le, és ez a nagyközség mintát tudott adni, ahol már voltak reformátusok, görög katolikusok és római katolikusok, és így egy mintát adtak, hogy 8 féle vallás és felekezet hívei hogyan tudnak egymás mellett élni az én utópiámban. Kérem szépen, az én utópiámban volt egy kifejezetten, a legtekintélyesebb cserháti pap ellenzéke volt Mikó atyának, és nagyon jól tűrték egymást. Mikó atya elfogadta az ellenzékét, az ellenzéke pedig tiszteletben tartotta a püspökét, egyébként ő püspök úrnak is szólította. Nem tőle tudták meg a egyházi hatóságok, amit meg kellett tudni, de hát nagyon sok riport készült, a médiumok erről már beszámoltak. Így akkor elkövetkezett a kanonika vizitáció, tehát egy egyházvezetési felülvizsgálat, amelynek eredményeként Mikó atyát leváltották. Nem mondom, történet nem itt fejeződött be. Tessék gondolkodni, hogy lehet, ezt a történetet hogy lehet befejezni. Ha a karizmatikus vezetőt eltávolítják, működhet-e tovább az, amit eddig kiépült? Itt lesznek, mert nem várt fordulat is. Nem mondom meg, nem lövöm le a poént, nem mondom meg, hogy ki a gyilkos. Itt nem is gyilkosról van szó, hanem ki az, aki milyen módon lehet ebből. De egész biztos, hogy önöknek is, nektek is, barátaim, testvéreim, vannak ötleteitek. Ez egy utópia. Kíváncsi vagyok, hogy hogy látjátok. Mit lehet ebből megvalósítani, itt és most, Nógrádban, Balassagyarmat környékén, vagy bárhol Magyarországon, ha az én utópiám szerint az ennél rosszabb helyzetű cserehátban is meg lehetett valósítani utópiámban. Nyilván utópia és a valóság között van kellőképes feszültség, de tessék csak most arra gondolni, hogy az a jövőbe meghirdetett Isten országa Jézus szerint már most ebben a világban elkezdődött. Az én utópiám erre a gondolata épül. Hát a Jézusi utópia egy olyan utópia, mely most életünkben akár el is kezdődhet, sőt, is kell, hogy kezdődjék. Hogyan? Hát ez nyilván a gyakorlat a tiétek, és akkor ugye olyan jó lenne most ebben a feszültséget feloldani, egy jó kis éneket hallgatni, akár kettőt is. Egyetlen tudjuk.